Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Üdvözlök én is, illetve Kira is mindenkit! Legutóbbi videómban azt kértem tőletek, hogyha érdekel valami a futással vagy velem kapcsolatban, azt nyugodtan tegyétek fel. Hát ti ezt fel is tettétek, illetve én még összeválogattam pár kérdést, amely az előző videóban került terítékre, és ebben a videóban így karácsony előtt, de mikor ti már látjátok ezt a videót, akkor már karácsony lesz. Ezeket a kérdéseket fogom megválaszolni. Tehát akkor nézzük is az első kérdést. Az első kérdést az Tamási Motto intézte hozzám. A kérdés így hangzik: mikor futunk egy jót együtt? Aztán jön egy kicsi hisztis, soha nem akarsz velem jönni. Tehát Otto, neked csak azt tudom mondani, hogy minden kérdésed így teljesüljön mindez. Ugyanis rá pár napra Ottóval el voltunk együtt szaladni. Kuti Norbert kérdezte egy korábbi videóban, hogy mit ajánlok hosszabb futásokkor, hogy a bőr ne dörzsölődjön ki. Nos, én mindenféleképpen elsőnek azt ajánlom, hogy jó minőségű cuccba kell szaladni. Második pedig az, hogyha kényesebb a bőröd, akkor a kényes részeken jobb, hogyha vazelinnel bekened. Fecó kérdezi, szintén egy régebbi videómnál, hogy milyen technikát szoktam használni én a futásaim alatt. Nos, akkor következzenek a tech percek. A videóimat ezzel a DJI Osmo Action akciókamerával veszem fel. Már több mint 2 éve, hogy elkísér a futásaim alatt, eddig nagyon jó szolgálatot tett. Most tervezem lecserélni, nem azért, mert ő egy rossz kamera, hanem azért, hogy a minőség még jobb legyen. Én egy DJI Action 2-t szeretnék venni, ennek az utódját, de sajnos még a keretem nem gyűlt ki rá. A versenyeken a kamerát ebbe a tartóba teszem bele, mert ez viszonylag könnyű, kicsi, egy futótáskának az első részébe is nyugodtan elfér, versenyeken így futok, és igen, mint ahogy a kérdésben is benne van, nem szoktam az egész versenyt levideózni, viszont próbálok lassabban futni, hogy a látványosabb dolgokat meg tudjam mutatni, és ne elrohanni mellettük. Ezért is van, hogy még nem voltam dobogon, vagy a versenyidőm egy picit gyengébb, vagyis én erre hivatkozok. Azokat a videókat, amelyekben valamilyen futócipőt vagy futással kapcsolatos dolgot mutatok be, ezt a hosszabb tartót szoktam használni, ugyanis ez szétnyitható, sokkal nagyobb látószöget biztosít. Amit még használok, pár aku a kamerához, ugyanis egy akuval egy hosszabb versenyt nem lehet végig videózni. Illetve még van egy dolog, a teszt videóimnál pedig egy drónt használok, ez a DJI Mavic Mini. Számomra ennek a drónnak a tudása még teljesen megfelelő. Én ezeket a technikákat használom így a videózás terén. A videóimat például, mint ezt is egy telefonnal szoktam általában felvenni. Hogy teljes legyen a kép, megjött Artur is. Artur, ülsz? Csak simán Nitro kérdezi, hogy vettem drónt. Igen, mint már mutattam, van egy DJI Mavic Mini drónom. Bódi Sanikó, illetve Kerekes Gergő kérdezi tőlem, hogy én hogy szoktam bemelegíteni. Nos, ezt most nem mutatnám meg, ugyanis vannak nálam profibak, akik ezt megteszik. Ilyen például Kovács Ramona videója, vagy a futólépés Falkának is van egy jó videója a bemelegítésről, illetve a Mozgásvilágnak is. Én ezeknek a videóknak az elérhetőségét berakom ide, ezen videó alá. Ezekből a gyakorlatokból szoktam válogatni. A lényeg az, hogy mindenféleképpen futás előtt, főleg télen a testet egy kicsit átmozgassátok. Müller Lóránd, ő megbombázott kérdésekkel, 4 kérdést rakott fel, tehát vegyük ezeket sorba. Az első. Van-e olyan hideg, amelyben nem ajánlatos futni? A székely ember azt mondja, hogy hideg nincsen, csak gyenge öltözet, de én mégis azt mondom, hogy azért mínusz 15-20 fok alatt ne menjünk el futni, akkor inkább bent a szoba melegébe csináljunk gyakorlatokat. Fontosak a kiegészítő gyakorlatok is, és ilyen hideg időben ezekre fektessük a hangsúlyt, vagy hogyha mindenféleképpen szaladni akarunk, akkor inkább válasszuk az edzőtermi futást a futópadon. Én valahogy ezt egészségesebbnek látom, de mínusz 15 fokig én is el szoktam menni. Kettős kérdés, itt is a bemelegítés, illetve a nyújtó gyakorlatok. Rakok videó elérhetőségeket ide ennek a videónak a leírásába. A harmadik kérdés, a frissítésről, hogyan, mit, mennyit, hány kilométernél, stb. Hát a frissítés az egy nagyon bonyolult téma.
Én azt mondom, hogy 10 kilométerig nem kell frissíteni, mert a reggelivel, azzal, amit aznap megettél, bőven el lehet futni. Viszont már egy félmaratoni távnál vagy 10 kilométer felett jó, hogyha van nálad legalább egy gél, illetve viszel magaddal vizet, ezt még télen is meg kell tenni. Aztán ez a táv felett a frissítésre nagyon oda kell figyelni, mert ugye ahogy futsz, energiát használsz, különböző ásványi anyagokat izzadsz ki, és ezeket kell pótolni azért, hogy a teljesítményed ne romoljon. Nincs egy bevált recept. Mindenkinek más a gyomra, másképp emészt, másképp dolgozza fel a szervezet a gyomorra bevitt élelmet, ezért ezt is ki kell tapasztalni. Én a frissítésemet, de ez csak rám vonatkozik, úgy szoktam hosszú távú versenyeken megoldani, hogy vizet azt, amennyire lehet, folyamatosan iszok, nem nagy mennyiséget, de egy-két kortyot, az mindig van nálam a futás alatt. Aszfaltversenyen ugye egy kicsit könnyebb, mert tudod, hogy minden 5 kilométerben, 2 kilométerben viszonylag rövid szakaszokon van frissítőpont. Terepversenyekre oda már is van fel kell készülni. Mindig van nálam terepversenyeken víz. Az energia, illetve az ásványi anyagok pótlása az már sokkal bonyolultabb. Én általában 40 percenként frissítek egy versenyen. Jó, függ attól is, hogy ez milyen intenzitású, de általában ez a 40 perc és 1 óra között az, ami számomra bevált. Mint mondtam, ezt te kell kitapasztalni magadnak. Én erre nem tudok egy bevált receptet mondani. Amit tudok tanácsolni, semmi új dolgot versenyen frissítés szempontjából ne próbálj ki. Aj, na Kira! Kira! Negyedik kérdés. Hogyan tervezem meg a futásaimat, illetve hogyan készítek egy futótervet? Itt is csak azt tudom mondani, mint az előző pontnál, hogy nincs egy bevált recept. Nincs az interneten sem egy olyan edzésterv, amely mindenkinek jó lenne, mert más mindenkinek az edzettségi szintje, más a testfelépítése, más a pózusa. Én azt mondom, hogy a tervek, amelyek az interneten megtalálhatóak 10 kilométerre, félmaratonra, maratonra, különböző versenyekre, azok egy távpontot tudnak adni. Én az edzéseimet pózus alapján futom. Ami azt jelenti, hogy különböző pózus tartományokba végzem ezeket a futásokat. Mindenféleképpen, ha heti lebontásban nézzük, akkor van egy gyors edzésem, van pár laza futásom, illetve van egy hosszabb futásom minden héten. Hogyha vannak nagy elvárásaitok magatokkal szembe, és különböző célokat szeretnétek elérni, akkor én azt mondom, hogy érdemes mindenféleképpen egy edzővel, vagy egy tapasztaltabb futóval felvenni a kapcsolatot, aki tud ezekbe segíteni. Én még olyan tervet nem láttam, amely mindenki számára jó lenne. A legutolsó kérdés, visszatérünk Bódis Anikóhoz. Ki vagyok én? Könyvekből itt a hátam mögött Anikó arra következtet, hogy lehetnék pszichológus, de nem pszichológus vagyok. Van két labradorom, lehetnék labrador tenyésztő is, de az se vagyok. A videóimból már lehet arra következtetni, hogy tornatanár is lehetnék, de tornatanár se vagyok. Akik nem ismernek, azok most meg fognak lepődni. Én református lelkipásztor vagyok, itt Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy mellett egy faluba, a falu neve Árkos, a lelkipásztorság mellett pedig amatőr futó is vagyok. Nos, ezekre a kérdésekre tudtam most válaszolni, hát a kutyák azok gondolom megint ellopták a sót előlem, de nem baj, én is szeretem őket. Ez a videó, ez most ennyi lett volna, remélem a válaszok azok kielégítőek voltak, az említett videók elérhetőségét beteszem lent a leírásba. Hogyha szeretnétek hasonló tartalmakat látni tőlem, és szeretnétek támogatni a csatornát, akkor egy feliratkozással ezt megtehetitek, ez nagyon sokat jelent nekem. Hogyha tetszik a videó, akkor lájkolni se felejtsétek el. Én kívánok mindenkinek egy áldott békés karácsonyi ünnepeket, karácsony után még találkozunk, de vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, sziasztok!